nem éreztem, hogy annyira felerősödtek a jóslófájásaim erősségei, hogy ez már szülési fájás lesz, és azt mondta az orvos, hogy hétvégén ebből nem lesz gyerek, tehát én otthon vajuttam. És amikor bementünk, akkor jött volna a kórházi procedúra, és mondtam, hogy ne haragudjanak, de én erre képtelen vagyok, tehát én most szülni jöttem, a csizmámat nem tudom lehúzni, nemhogy adatokat bediktálni, meg előszedni, meg egyebek. Segítettek átöltözni, majd egy agility ágyra megpróbáltak felküldeni, ami körülbelül 90 centi magas volt, és nem volt hozzá lépcső. Akkor megjött az orvos, mondta, hogy jó, 4 ujnyi, adjunk oxitocint, repesszünk burkot, és akkor tulajdonképpen pillanatok alatt, ugye 6 órára érkeztünk a kórházba, 6:50-re meg is lett, de minden egyes tolásnál az orvos mindenféle okos kérdést tett fel, hogy fogják hívni a gyereket, mire számítok, meg ilyenek, és mondtam, hogy ezt most komolyan gondolja, hogy válaszolni fogok, hogy mikor közben préseljek, meg nyomjak, meg ilyeneket mondtak, közben ő a hasamon könyökölt, és igazából nem értett, tehát most már nem értem, hogy miért kellett, akkor nem tettem föl ilyen kérdést, mert akkor azt hittem, hogy ez normális, hogy ez mindenkinél így zajlik. Aztán nyilván, ahogy előre haladtam az időbe, és jött a második várandóságom, akkor már több cél lebegett előttem, mit szeretnék megélni a szülésnél, szerettem volna gátvédelmet, minél kevesebb beavatkozást. Az én választott orvosom akkor megígért, hogy jó, majd amit lehet, azt megcsinálunk, de akkor nem volt bent, tehát szabadságom volt, és olyan szabadságom volt, hogy mondta, hogy senki nem hívhatja be, úgyhogy én akkor az ügyeletes orvoshoz érkeztem meg. Azt mondta az ügyeletes orvos, hogy annyira gyorsan jön a gyerek, hogy nem lehet gátvédelemről szó sem, felejtsem el. De ennek ellenére folyamatosan préselte a hasamat, mikor én nyomtam. Meg mindenféle okos tanácsokat adott. Na most ne nyomjon, mert ez nem olyan fájás, aminél nyomni kell. És mondtam neki, tehát erre mondtam az elején, hogy kell egy tudatosság. Mondtam neki, hogy mert ezt én érzem, hogy mikor kell nyomnom. Tehát, hogy nem érdekel, hogy ő milyen fájásnak értékeli, ha én egyszer úgy érzem, akkor úgy érzem. És ismét leszittak. Mind a két szülésen, amikor a fiúkat szültem, leszittak, hogy miért ilyen későn értem be. Mi lett volna, ha otthon szülök, micsoda veszélybe. Sodortam így magunkat, de hát én végül is így nagyon, tehát így azt tudtam mondani, hogy nekem nagyon jó élmény volt, mert nem kötöttek ágyhoz, nem kötöttek rám CTG-t, nem kellett beöntést kapnom, borotválásra se volt idő, mert hogy gyakorlatilag eltűnt mélyszájnál már ilyenekkel nem tudtak foglalkozni. De harmadjára, amikor szültem a kislányunkat, akkor megígértették velem, hogy de most már aztán tényleg időbe érkezzek meg. Ez a megyei kórházban volt, ott volt választott szülésznőm, és akkor a szülésznővel megbeszéltük, hogy na akkor most már tényleg mi az, amit szeretnék. De harmadjára szülök, végképp nem szeretnék gátmetszést, semmilyen beavatkozást, és mindent, tehát igazából én szerettem volna a kitolást is, hogyha nem fekve, mint egy cserebogár kell ott az ágyon végrehajtani. Amikor még beszéltünk, akkor azt mondta, hogy persze, ezek így jók. És akkor, mikor beérkeztünk a kórházba, akkor már hívták őt is, illetve utána hívták őt is, az orvosom pedig ügyeletes volt. Akkor rögtön az ügyeletes szülésznő az mondta, hogy na, akkor gyorsan bekötünk egy kis oxitocint, meglepesztjük a burkot, 2 ujnyira voltam nyitva, úgyhogy nagyon rendes kislány voltam, mert időbe elmentünk szülni. És akkor mondtam az ügyeletes szülésznőnek, hogy köszönöm szépen, de én ezekből így nem kérek. És akkor átöltöztem, lefektettek CTG-zni egyből, mondtam, hogy nem lehetne, hogy esetleg el... Nem, ezt fekve kell. Vegyem le a zoknit, mondtam, hogy ez nagyon fontos, hogy én levegyem a zoknit, és egy nylon cipővédőbe följön a lábam, tehát, hogy ez így muszáj. És akkor mondta, hogy igen, nem lehet zokni. Akkor bejött a saját szülésznőm, akkor ezeket a dolgokat helyre tettük, felállhattam az ágyról, visszavehettem a zoknit, tehát, hogy így a komfort érzettem jobb lett, de ő is előállt azzal a remek ötlettel, hogy ha WC-re kell menni, szóljak hozzá ágytálat. És mondtam, hogy te viccelsz, ugye, tehát nem gondolod, hogy tehát nem is értettem, tehát, hogy miért kell nekem ágytál ehhez? Summa-summarum visszaálltak a fájásaim, el tudtam engedni a kórházi félelmeimet. Mikor is eltűnt mélyszáj, bekerültünk az apás szobába, és jött volna kitolás, és akkor volt ügyeletváltás, és életem legszörnyűbb, vagy legmegalázóbb élménye az volt, amikor bejött az ügyeletes főorvos, asszony, megvizsgált fájás közben, elég intenzíven, feltolta a mélyszájamat, majd közölte, hogy nem lehet, hogy mekúniumos a víz, és mondta az orvos, hogy nincs megrepedve a burok.
Még egyszer megturkált fájás közben. Oxitocin, neki repesszünk burkot, hagyja jön az a gyerek. És mondtam, hogy nem szeretnék beavatkozást, meg egyébként eltűnt a méhszáj, tehát minek? Nehogy a beteg mondja már meg. És még annyit hozzátettem így kitolás előtt, tehát hogy nem értettem, miért kell ezen nekem vitázni kitolási időszakban, hogy nem beteg vagyok, hanem terhes. Hát a burokrepesztést azért, mert már akkor kitolás volt, tehát azt nem engedték, hogy burokban szülessen meg, hanem, és azt sem engedték, hogy szabadon testhelyzetben, vagy ha nem is fekv, tehát hogyha nem is ülve, de hogy ne kössék ki a lábamat, tehát ahhoz ragaszkodott a szülésznő, a választott szülésznőm is, hogy ő így szereti, mert neki így kényelmes. Tehát, hogy a lábamat ugyanúgy kikötötték, tehát annak ellenére, hogy megbeszéltük az elején, hogy nem kell, tehát, hogy szülhetek így, vagy arán, hogy én fogom a lábam, és mondjuk a férjem támaszt hátulra, ez már akkor nem volt. De munkás volt ez is, igen, tehát van olyan szülőágy itt a megyei kórházban, melyik szülőszékké alakítható, kapták ajándékba, de nem szeretik a szülésznők, úgyhogy nem használják. Úgyhogy ezek mind olyan tanúságok, ami miatt, tehát így azt mondom, hogy nekem mind a három szüléssel nagyon nagy szerencsém volt, nekem mind a három szülésem egy katartikus élmény volt tényleg, de lehetne ez sokkal, sokkal jobb. Mert a kórházakban, ami a legjobban hiányzott, az hogy úgymond ez a külső kontroll, tehát ez az agykontroll, vagy az aggyal irányított folyamatok soha nem lehet kikapcsolni, mert ha nincs résen az ember, akkor, tehát hogyha átadja magát a szülésnek, akkor az azzal úgymond veszélybe is sodorja a saját szülését. Tehát, hogyha nincsen konkrétan ott képben, hogy mit szeretne, és most mit, meg hogy, akkor elveszíti a kontrollt, és ezt nagyon figyelik szerintem. Tehát, hogyha nagyon, ugye a szüléshez, amire szerintem a legnagyobb szükség van, ez a befelé figyelés, az ott lét, az, hogy a babával összhangban tudjon lenni az ember. Tehát, amikor ilyen atrocitások érik, hogy nehogy már beteg mondja meg, hogy mit csináljunk, akkor nem lehet bent lenni, tehát muszáj kint lenni. És a kettőnek, tehát utána visszazökkenni, abban nagyon nehéz. Tehát szeretném azt megélni, hogy ne kelljen kizökkengetnem, hanem hogy ott lehessek végig a folyamatokban.